A szombati viharos időjárás kapcsán több mint 500 jelzés érkezett a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. Az erős szél sok helyen faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, kerítésekre, házakra, autókra dőltek, ezeket kellett a tűzoltóknak eltávolítaniuk. A baranyai hivatásos tűzoltók munkáját önkéntesek is segítették. Szombaton 352 káresetet számoltak fel, vasárnap pedig 69 műszaki mentést hajtottak végre. Első nap a 78 hivatásos tűzoltó 46 önkéntessel egészült ki, aznap 33 járművel járták a megye területét. Vasárnap az önkéntesek, illetve a járművek száma is növekedett, ekkor 124-en 37 járművel vonultak káreseményekhez. Az éjszakai látási viszonyok miatt a káresetek felszámolása azokra a bejelentésekre korlátozódott a katasztrófavédelem egységei részéről, amelyek kapcsán életveszély, forgalmi akadály, infrastruktúra sérülése vagy jelentős kár keletkezése volt feltételezhető. Személyi sérülésekről nincs hír.